Jó, most már vége mindennek. Mutatok egy projektet, ezt ma csináltam. Bali, már hallottál, jaj. Ezt kirakom a Spotify-ra majd, jó? Eltűntek a negatív kommentek maguktól. Milyen jó, hogy kiraktam Twitterre, nem? Kövess be Twitteren, léci. Úgy bírom, hogy a VR napi 8 órában dolgoznak, 4-5 órányi videó kontentet legyártanak, erre egyből trash videósok, és egyből arról dumál a csávó, hogy lefele megy a tendencia. Egy olyan csávó, aki semmit nem tett vissza abba, amit csinál. Nulla minőségfejlődés, és csak ül a székben, és másokat kritizál. Munkád nem lenne, te csöves, ha mások nem dolgoznának. Most teszem fel a kérdést, hogy a Pisti mit csinál? Ül a székben, és játszik. De jó, oké, tegyük fel, 8 órát dolgoznak egy nap. Hogy? Hogyan dolgoznak 8 órát egy nap? Min? Mert nem a Pisti vágja a videót, nem a Jani vágja a videót. A videóvágást nem ők csinálják, ők csak streamelnek. Napi 8 órát azt nem streamelnek. Sehogy nem jön össze szerintem az a 8 óra. Én ezt nem tudom elhinni, hogy 8 órát dolgoznak, de legyen. Oké, dolgozzanak annyit. 4-5 órányi videó kontentet legyártanak napi szinten. Ez hol van? Ez hol tudom megnézni? 5 óra tartalom? Egy nap, 10 nap, ezek 1 órás videók. És tök király, ők végigjátszák a játékokat, lehet nézni magyarul a végigjátszásokat, tök király, egyetlen csatorna van, ami csinálja ezeket. Mondjuk Csúbis csinál gameplay videókat, amik szerintem sokkal viccesebbek, és meg vannak vágva. Ezek vodok, tudtommal, nincsenek megvágva, de lehet, hogy rosszul mondom. Szóval ezeket csak fel kell tölteni, ezekkel semmi munka nincsen, azon kívül, hogy lestreameled. Illetve az indexképet meg kell csinálni, max 10 perc. Most ez a VR rend. Ez nem a VR rend, csak reagálok a kommentekre már. Fábasztak. Na, tehát itt a VR tech. Hát én havonta van 3 videó, ha jól látom. Ezekkel biztos, hogy sok munka van, de nem hiszem, hogy napi 8 óra. A Shorts csatornáról meg ne is beszéljünk, ezeket sem ők vágják, hanem Dani, több mint valószínű, szóval akkor Dani sem dolgozik szerintem 8 órát, bár szerintem Dani dolgozik a legtöbbet közülük, hogyha ő vágja a videókat, nem tudom, hogy a tech videókat is ő vágja-e. A Time Out podcasttel biztos, hogy sok meló van, el kell hívni az embereket, dumálnak, vagy hát nem is kell elhívni az embereket, mert úgy látom, hogy itt már nem is vendégekkel csinálják, csak az elején csinálták vendégekkel. Nem tudom, hogy ez olyan kurva nehéz meló lenne-e. De tényleg. Akkor Balázs is vágó? Én nem tudtam, hogy a Balázs az milyen célt szolgálott amúgy, de akkor most már tudom. Szeretném előre leszögezni amúgy, hogy még mielőtt itt is betámadnak a kommentekben az emberek, nem, itt nem azt akartam mondani, hogy nem dolgoznak eleget a videókkal, meg azt sem, hogy ez egy nehéz munka, viszont vannak azok az emberek, akik azt írják, hogy hát ők azért csinálják ezt a sok trash tartalmat, mert nekik is ki kell fizetni a rezsit. Haver, Jani egy Teslával jár. Szerintem a legkisebb probléma az náluk, hogy fenn kell tartani a stúdiót, meg hogy meleg vizet kell csinálni, meg enni kell, meg ilyenek. Tehát ők nem abban a nyomorban élnek, amiben az átlag magyar emberek. És még mielőtt ebbe is belekötne valaki, nem, ez nem egy probléma, csak azt mondom, hogy szerintem ez nem egy valid érv arra, hogy elkezdjen valaki olyan tartalmat gyártani, amit eddig nem csinált, sőt, konkrétan nem állt ki mellette. Itt annyit írtam, hogy kultúrában jeles, és arra válaszolta azt, hogy magadba szállhatnál inkább, lehet, hogy alpári a stílusom, de te mindenki felett érzed magad, aztán csak egy rossz csöves vagy, semmi több. Ha más nem dolgozna helyetted, és apádék nem tartanának el, már régen az utcán kéregetnél te senki házi. De szerencsére nem az utcán kéregetek, hanem az interneten, szóval sokkal jobb. Küldjetek pénzt, légy szíves, köszönöm szépen, hogy összetudjunk költözni a kedvesemmel. Akkor a te videóid mik? Szeretlek téged nézni, csak Getty csinálnak egy ilyen videót, és elkezdesz hisztizni. Tudom, hogy neked a nézettségkel ezért szar videókat nézel, de néha nézhetnél jókat is, bassz meg. És itt ugye leírtam, hogy meg lehet nézni a statisztikákat, hogy ez az elmúlt 28 nap. Itt van a Pisti és Jani. 29 ezer megtekintése, tehát nem olyan sok a megtekintése többihez képest. Ez a Viszpertonos videó közel 100-valahány ezer megtekintést hozott összesen az elmúlt 28 napban, pedig konkrétan majdnem annyit, mint a VR-os, úgy, hogy amúgy régebben töltöttem föl, tehát ezt nyáron töltöttem föl, ez pedig ebben a hónapban, és mégis ez hozott sokkal több megtekintést. Szóval, ha megtekintést szeretnék, akkor több mint valószínű, hogy inkább azokba az emberekbe állnék bele, akikbe bele lehet rugni, mert tudom, hogy sokan utálják őket, és akkor azzal semmi rizikó nincsen, mert akkor a VR fanok nem fognak betámadni, hanem ugyanúgy ott lesznek mellettem, és azt fogják mondani, hogy Viszperton a b***
És akkor így, oké, cool, mire mentem vele? Nem, megnézem a videókat, amik szembe jönnek velem, és reagálok rá, és ezt feltöltöm, kész. Akinek meg nem tetszik, az meg írjon egy kommentet, vagy a kurvájámat, vagy nem tudom. Hoppá. Á, igen. Üvölt a zene. Oh, yes, yes, yes. Laura és Norman. A legjobb videósok. Irány a videósbolt. Megvásárlom a pulcsit, jó, és a cuccot. A Gercó is ott van, de jó neki. Paintballoznak a Normannal. Szétlövik a Laurát, meg a Silló. István, Lent, Albert Irsán. Lesz már sok. Szóval ez 2017-es poszter. Ez még a másom volt, még... Kijöttek az anyjuk hasából, és influencerek lettek. Konkrétan ez volt a cél. És látod, ők elérték. Amúgy nem bullyingolni akartam őket, de Laura 8 éves volt, Norman pedig 10, amikor elkezdtek videózni, szóval nem voltam messze a valóságtól. Én. Most indul. Beszállok. Kő, papír, olló. Kő, papír, olló. Ó, az enyém a holnapira. Ezt jól beszéltad. Tesó. Nem akarom holnap kezdeni. Miért tesózik ennyit? Mondd, hogy ez egy szerep. Mondd, hogy a való életben nem ilyen. Tek a legjobb, komolyan mondom, ti csak itt el vagytok, gondtalanul éltek, alszotok, és semmi más dolgotok nincsen. Ha egyszer újra születnék, akkor vagy Gyoki, vagy Joda lennék. Fax, amúgy én is. Ez kurva Isten. Már látok is. Silló Steve! Wow, pipájában Isten, azt írja. Csak szeretnéd, haver. Pipát sajnos pénzért nem lehet megvenni, de ha meglátna, már megvették volna. Jó, fontos discussion. Zsömle vagy zsemle? Én mindenhogy szoktam mondani. De amúgy a zsömle is jó. Nem elég, hogy reggel egy szendvicset tett be, meg egy felet, ami igazából arra volt elég, hogy az első készületben megettem őket. Nem elég, hogy nem tett be vizet. Nem elég, hogy a kaja nem volt megmelegítve. De mindegy, élet... Tedd be mikróba, haver! 14 évesen annyira életképtelen valaki, hogy nem tudja használni a mikrót. Te most tényleg engem jöttél ellenőrizgetni? Hát egy, kettő, miért van AirPods a fületet is? De mi, zenét nem lehet hallgatni? Hát, jó? Tesó! Elérezhetem magam? Lehet, de ez így... Kéne egy tesó counter amúgy. Eddig mennyiszer mondhatta? Nézzük meg az elejéről és számoljuk, jó? Nézzük meg az elejétől és számoljuk. Nem, csak vicceltem, csak vicc volt, nyugi. Kezdjünk 20-ról. BAM! A kocsiba, meg kemények vagyunk. Nem, tesózott az vagy? Vagy? És tesózott! Pont most akartam mondani, hogy Geri tuti nem fog tesózni, és tesózott! Egyszer még régen beköszöntem Geri chatjére, mikor streamelt és kibannolt, mert azt hitte kamu vagyok. Mitől lennél kamu? Nem értem. A profilképedről. Miért néznéd meg valakinek a profilképét? Tehát én alapban nem tudom megnézni senkinek a profilképét, mert be van kapcsolva a streamer mód. Ja, még régen YouTube-on streamelt, az mondjuk lehet, ja. Túl szép vagy. Ja, kövessétek be a csajomat Instán amúgy! Először engem, és a biomba van az ő neve. És őt is kövessétek be. Na ez a promóció. 5000-ként hozzájuk egy képet kér, vagy aláírás, neki az egy világot jelent. Szóval... Elég szomorú élete lehet annak az embernek, vagy gyereknek, akinek az jelenti a világot, hogy kap egy aláírást a Laura és Normantól. Vagy úgy bárkitől overall. De szerintem nem létezik olyan ember a bolygón, akinek így oda lennék az aláírásáért, hogy úristen, aláírás! Szegedi Playten Zsuzsi ott cikizett oldalt, oda mentem hozzá, szavasz atyám, hogy bírod ezt a sok f***t? Azt mondja, ne is mondd már lassan, off vagyok, kérsz egy cigit. És Zsuzsi nagy arc. Nekem egy félelmem van. Gond előtted van az, hogy egyszer csak ki kell állni színpadra, és hát ha valaki, akkor azt te tudod? Hogy milyen érzés, hogy ott az arcod lehet? Geri azt tudja, milyen kiállni a színpadra. Emlékszem, mikor ezt elmesélem. Ott voltunk Playten, és azt csináltam, hogy felültem Flexnek a nyakába, és integettem a Geri. Holott amúgy is mi voltunk a legmagasabb emberek ott, mert körülbelül 6 évesek voltak, akik körülöttünk álltak. Amúgy vágás közben ütött eszembe, hogy átbattam mindenkit streambe. Igazából Pink Horizon volt a színpadon. Olvasgatom a legújabb híreket, ugye voltam Ausztriában elhoz. Azok jó hírek! Heti üzemanyagunk 80.000 forint volt. Most nulla. Kifizeted a... Ja, most nulla? Ez tök jó. Most nulla. De az autót mennyire vettük? Tehát azért ezt osszad le havonta. Oppácska, akasszák a hóhért. Szépen kikészítettem ide egy csomó mosatlan. Tesó! Hát apukám, mi lesz elmosod? Azt mondta, tesó! Na, vajjál szinte, mit csinálsz azzal? Mit borítasz oda vele? Hát tudod. Ja, oda csak olyan kérdezett. Én amikor itthon vagyok, tudod, nem csak gépezek, fiam. FIAM! Ha ha ha! Köcsög!
meghalok. Hát Geci, mindjárt én is kimegyek, ezt mondom apámnak, hogy milyen fasz van, ő csipók. Ezt visszajövök, ide lesz a szemem alatt. Mert ez egy órás, nem két órás, vagy négy órás, érted? Szóval nekem ilyenekre nincsen időm. Köszönjük szépen, hogy megnéztétek ezt a videót, és hogyha tett. Hát van mit, meg ez 40 perc az életemben, Geci. Fényes nappal? Mert te csak sötétben szoktad megkívánni a párodat? Ezért szakítottatok, elmondom neked. Élő közönség előtt csinálják ezt? Közben így emberek jöttek, mentek? Hát én nem figyeltem, hogy jöttek, vagy nem. Ez a melyem csinálják nektek. Tudod, az ablaknál így tudod már állni, hogy így videóztak, hogy minden. Nem került ki sehova. Ő minden kizárva. Életem legprolibb egy perce volt szerintem. Itt vagyunk a Burger Kingben, és hát ez is... A Burger Kingben? Akkor azért volt előttük a Burger King-es Istenes történetében egy mérföldkő, hogy podcastet forgathatnak a Burger Kingben! Eszek a Burger Kingben, és ezt csak azt láttam, hogy megjelenik az Istenes Bence. Én Adélt szeretném vissza amúgy X-Faktor zsűrinek, mert az Erika nem jó. És ez nem hot take. Én a Nagy Ferót, na az mit menne? Gravynek volt leakelt videója, én nem tudom. Na de hát, hogyha tényleg milfet nyomott, akkor legalább nem csak mondja, hogy csinálja a milfeket, hanem actually meg is csinálja őket. Respect. Na és kiderül, hogy éjjel-nappal próbáltad, hogy így lépegetett volna. Mondom, baby, egy kicsit gyanús nekem. Hol jártál, kivel jártál te az elmúlt hónapokban? XD, szex, megcsalás. Nyilván ismerlek, tudom, hogy milyen a mozgásod. Én annyira erre számítottam, hogy tényleg így... Ez milyen kétértelmű volt, hogy tudom, hogy milyen valaki a mozgásod. Azért nem vettem, valaki kuncogott. Még egy szexpoint és offolom. Szia Manin, ha elfogyott a manit, csak szóljádon. Ételek százat, majd amit lesz, majd elszórjád. De ami a lényeg, hogy a mai streambe kerüljek be. Kicsit hamis, te vagy a legjobb az egész kerületbe.